Ez az 5.1 kWh akkumulátor, az egyik legnépszerűbb termék mostanában, amit el szoktunk adni. Nem csak Magyarországon, de a régióban is nagyon szeretik. És róla már az is elmondható, mert ugye ez már az 5.1 Pro B, tehát ugye az 5.1-nek a második generációs változata, hogy sokkal egyszerűbb is szerelni, mint az elődjét. Azt látjuk azért a Deje márkánál és cégnél, hogy mindig szeretnek fejleszteni, vannak modellfrissítések, nem sokára a háromfázisú hibrid inverterekből is érkezik nyáron egy új verzió. De kapd elő a snitzert és nézzük meg, mi van a dobozban. Van egy user manuálunk, ugye használati útmutató leírás az inverterhez, ugye gyári kábelek, na most már ugye a Pro B-nek azt tudni kell, hogy minden létező tartozékot belecsomagolnak a dobozba, tehát semmi plusz nem kell hozzávenni. Ugye elsőnek, amit kiveszünk, ugye látod, két rövid kábel, egy kommunikáció, ugye ő van arra az esetre, hogyha több akkumulátorunk van, ugye így, mert ugye ez már regbe szerelhető, tehát ugye egymás alá szereljük. Igen. És akkor ezekkel a kábelekkel, ugye gyors csatlakozós. És jellemzően ezeket azért nem csak egyesével, hanem akár 2-3-4-esével vásárolják, hiszen akkor úgy már egy napi, két napi használata egy átlagos családi háznak áthidalható ezzel a akkumulátorpakkal. Igen. Úgyhogy neki ugye látod, hogy a csatlakozója az már speciális egyedi csatlakozó, és nem pedig a régi fajta sarús megoldás. Úgyhogy őket tényleg csak így azt mondom, hogy egymásra kell az akkumulátorokra nyomni. Semmi csatlakozó pluszban nem igényel, ezt csak rányomja az ember, és már össze is van kötve a következő akkumulátorra, úgyhogy nagyon gyorsan lehet őket szerelni. Lerövidült az installációs idő. Pontosan, és ugye nyilván ez 10-20 darabnál azért nem mindegy, hogy 10-20 darabnál mondjuk legyen ez 10 másodperc, vagy fél perc, mert nagyon sokat tudunk már vele spórolni. Azért a Deje márkára mindig elmondható, hogy nagyon erősen odafigyel az ügyfél igényekre, és olyan kis rés termékeket, megoldásokat is hajlandó legyártani és kifejleszteni, amiket esetleg más gyártók nem. Igen. Vagy csak késve. Igen. Ők nagyon szeretnek ilyenekbe az élen járni. Ugye a következő tartozékunk, ugye ez a gyári 2 méteres DC kábel, amiből ugye van egy pozitív negatívunk, ugye ez van arra, hogy az inverterrel összekössük az akkumulátorokat. Úgyhogy ez is ugye alaptartozék neki, nem kell semmit krimpelni rajta, meg van nyomva minden gyárilag. Ugye itt van egy külön kis dobozba, van benne a 4 darab kis láb. Hogyha ugye, ha nem regbe rakjuk, akkor ugye ez, ami benne van a csomagban, ezt a lábbal tudjuk használni, és akkor ezzel tudunk elmenni ugye 4 darab akkumulátorig egymásra polcozva. Tehát ugye ezt így kell elképzelni, hogy oldalról fogja az akkumulátort, van egy kis pöcök a tetején, és ugye a következő láb az így ül bele. És akkor szépen föl van a skálázva az akkumulátorok, ezzel ugye ezzel a megoldással maximum 4 darab akkumulátort tudunk egymás tetejére rakni. Ha ennél többet szeretnénk, akkor vagy új stolcot kell elindítani, vagy megvenni ugye a tartó rekket, amiben ugye 12 darabot tudunk belerakni. És ez egy alacsony feszültségű akkumulátor, benti használatra találták ki. Igen. De például magas feszültségű, tehát high voltage invertert is forgalmazunk. Ugyanúgy néz ki, mint ez a fajta, csak annyi, hogy már nem alacsony feszültségű, hanem magas feszültségű, és ugye azt már nem párhuzamosan kell összekötögetni őket az aksikkal, hanem sorosan, tehát ergo még kevesebb a kábelezés, amit az igényel. SolarKitnél nálunk most már ezt is elég sokan keresik, és az 50 kW-os hibrid, az főleg Magyarországon egy elég kellendő termék. Nagyon. A kis erőműlistán már engedélyezve van. Ha falra szerelnénk, akkor gondolom ezekkel tehetné meg. Igen, ők ugye a fali konzolnak az elemei, és illetve ebbe van benne az a kis pici fül, amit ugye a regbe kell szerelni. Te is lássad a bekötési pontokat, ugye ez az, amiket beszéltünk, hogy plusz, plusz, mínusz, mínusz, és ugye ezek a kis rövid kábelek vannak arra, hogyha itt van rajta a következő akkumulátor modul, akkor csak szimplán plusz a plusszal, a mínusz a mínusszal csak összecsattintjuk, ugyanúgy a kommunikációt is, és igazából ennyi az összes kötés, amit ő igényel. Ugye itt van rajta még elő látható
egy megszakító, illetve egy on-off kapcsoló, ugye ezzel tudjuk ergo bekapcsolni az akkumulátort, hogy feszültség alá kerüljön. Valamilyen speciális profi tipp, amit még tudni kéne? Ha nagy rendszerbe gondolkozunk, ha 4-nél többet szeretnénk beépíteni, akkor inkább vegyük meg a nagy stackelhetős rekket, mert nagyon sok kábelezéstől meg tudjuk spórolni magunkat, úgyhogy én ezt abszolút tudom ajánlani, hogy ne spóroljuk az elején, inkább vegyük meg, és annyival is időt tudunk megspórolni, meg később ebbe, már hogyha vennénk ugye plusz akkumulátort kiegészítésnek, akkor csak szépen be kell alá tologatni, és összekötögetni őket, semmi plusszal nem jár. Értem. Ugyanúgy 10 év garanciaidőt vállalnak rá, igen. És ezt is, mint mindig, jó szívvel ajánljuk. A DEJE, mint szoktuk mondani, legjobb árértékarányú termékünk a portfólióból. Abszolút. Köszi Norbi, hogy ezeket elmondtad. Én is köszi, Marci.